Egy kislány bement a szobájába, és a szekrénykéje mélyéről előhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévő érmeket, és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérmeket az üvegbe, rázárta a tetejét, és kisúrant a hátsó ajtón. A hatház tömnyire lévő patikába ment, amelynek ajtaja fölött a nagy vörös indián törzsfőnök képe volt látható. Türelmesen várt a patikusra, hogy szenteljen rá egy kis figyelmet, de a patikus éppen nagyon el volt foglalva. Tess, így hívták a kislányt, visszacsoszogtatta a lábát a padlón. Semmi, megköszörülte a torkát úgy, hogy a legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez sem volt sikeres. Végül kivette egy érmét az üvegből, és megkocogtatta a pult üvegén. Ez használt. És te mit szeretnél? Kérdezte a patikus, érezhetően bosszús hangon. Éppen a testvéremmel beszélek Chicagóból, akit már 1000 éve nem láttam. Tette hozzá a patikus, mint aki választ sem vár a kérdésére. Én pedig a testvéremről szeretnék veled beszélni, mondta Tess, a patikuséhoz hasonlóan bosszús hangon. Az öcsém nagyon beteg, és egy csodát szeretnék venni neki. Tessék, fordult hozzá a patikus. A neve Andrew, és valami csúnya dolog nő a fejében, és az apukám azt mondta, hogy csak egy csoda mentheti meg őt. Hát tessék mondani, mennyibe kerül egy csoda? Kislányom, mi nem árulunk csodákat, sajnos nem tudok neked segíteni, felelte a patikus kissé megenyhült tónusban. Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg, mibe kerül. A patikus testvére, akivel eddig beszélgetett, jól öltözött férfi volt. Lehajolt a kislányhoz, és megkérdezte. Mondd csak, miféle csodára van az öcsikédnek szüksége? Azt nem tudom, válaszolta Tess könnyes szemmel. Csak azt tudom, hogy nagyon beteg, és apu azt mondta, hogy valami operációra volna szüksége. De apu nem tudja megfizetni, ezért szeretném odaadni az én pénzemet. Mennyi pénzed van? Kérdezte a férfi. $1.11, felelte Tess, alig hallhatóan. Ez az összes, ami van, de tudok többet is szerezni, ha kell. Na hát, milyen csodálatos véletlen, mosolygott a férfi. $1.11, éppen az a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára. Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta a kislányt. Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az öcsédet és találkozni a szüleiddel. Lássuk, hát ha van nálam egy olyan csoda, amit te szeretnél. A jól öltözött férfi Dr. Armstrong volt, sebészorvos, aki az idegsebészetre specializálódott. Ingyen elvégezte az operációt, és nem tett bele sok időbe, amire Andrew ismét otthon volt, éppen és egészségesen. Anya és apa boldogan beszéltek arról az eseményláncolatról, ami idáig vezetett. Ez a műtét egy igazi csoda volt, suttogta anya, vajon mennyibe került volna? Tess mosolygott. Ő pontosan tudta, mennyibe került a csoda. $1.11, na és egy gyermek töretlen hitébe. Egy csoda nem a természet törvényeitől függ, hanem magasabb törvények működésétől.